A Klímabarát Települések Szövetségébe fővárosi kerületek mellett városok és kisebb falvak egyaránt dolgoznak azért, hogy az éghajlatváltozás okozta problémák kezelhetővé váljanak. Felelős közösségként munkálkodnak a környezettudatos szemléletváltásért és a települések klímabarát kialakításáért, a környezet és a természetvédelemért. A Balaton régióban az egyik település Gyenesdiás, ahol az önkormányzat a civil szervezetekkel, intézményekkel összefogva 20 éve elindított egy környezetvédelmi programot, amelynek eredményeként kapcsolódtak be abba a munkába, amit a Klímabarát Települések Szövetsége képvisel Magyarországon. Nagyon fontosnak éreztük, hogy itt a Balaton mellől balatonparti településként rácsatlakozzunk, Zalaszántó és Gyenesdiás tagja innen a Balaton térségéből, talán még egy település a Kelet-Balaton régióból ennek a szövetségnek, és fontosnak éreztük azt is, hogy jelentkezzünk arra a feladatra, hogy bizony területként felajánljuk magunkat arra, hogy egyfajta mintaprogramot lehet készíteni az eddigi tapasztalatok révén, és természetesen az ökotudatosság jegyében még több intézkedést, még több programozást tudjunk módszertanilag is kidolgozni. A szövetség tavaszi projekt záró tanácskozásán a Zala megyei önkormányzat 2018-ban elfogadott klímastratégiájáról, annak jelentőségéről is kaptak tájékoztatást a program koordinátorától a résztvevők. Amit el kell mondani az az, hogy Zala megye viszonylag egy kis megye, és inkább elszenvedője a klímaváltozásnak, mint okozója. Ezzel együtt is azért több mint 1 millió tonna CO2 kibocsátás jellemzi Zala megyét, ez a 2015-ös adat, és 2030-ra 11%-os, 2050-re pedig már 43%-os csökkenést terveztek a tervezők. Ez azt jelenti, hogy itt egységesen kell fellépni. A klímastratégia megvalósításában nem csak a megyei önkormányzatnak, hanem a települési önkormányzatoknak, cégeknek és a lakosságnak is együtt kell működni, hangzott el a Természetházában tartott rendezvényen.